Kedves professzor asszony! Köszönöm szépen! Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy meghívtatok erre az alkalomra. Boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, mert a korábbi tanácskozáson is részt vehettem, és áttekintve ezt a gyönyörű programot, ami igazán nagyon impozáns, azt mondhatom, nagyon gazdag volt már eddig is a program, és most így, hogy a végén azt is mondhatnám, hogy kicsit összegzően áttekintünk nagyon fontos kérdéseket, amelyek az egészséges lelki fejlődésnek feltételei. Gyönyörű témát választottatok, mert ugye a ti ajánlásotok volt az, hogy az identitás építéssel foglalkozzunk, és hogy a család szerepe az identitás építésben. Hát eleve induljunk ki abból, amit én tudom, hogy mindannyian már a fogalommal találkoztatok, hogy Erik Erikson volt az, aki ezt a fogalmat nekünk átadta használatra. Olyan jelentéstartalommal, ami igazán csodálatos, mert valódi, igazi értéke, értelme van. Idens, identis az azonos, ugye azt jelenti latinul, vagyis önazonosságról van szó. Mindannyiunknak nagyon fontos, hogy meglegyen a lelki gerince. Az az önazonosság, amellyel úgy tudunk tükörbenézni önmagunknak, számot adni dolgokról, hogy ez vagyok én, nem kell szégyenkeznem, vannak hiteim, meggyőződéseim, tudok arra válaszolni, ki vagyok én. Hol a helyem a világban? Hol vannak a gyökereim? Hova tartozom? Milyen nézetrendszer vezeti az életemet? Milyen az én életem vezérlő iránytűje? Merre tartok az életben? Hisz nem vagyok szélfutta levél, akit ide-oda csapnak mindenféle áramlatok, hanem van egy olyan tartásom, lelki gerincem, ami aztán nagyon-nagyon sok fajta értéket sűrít. Na jó, de hát ez, hogy ilyennel egyáltalán mi rendelkezzünk, ez nem készen adott, hanem ezt a fejlődésben fokozatosan, nagyon sok mindennek a beépítésével úgy alakítjuk ki, hogy körülbelül használnám itt ezt az általános pszichológiai metaforát, a lélekház fogalmát. Biztos találkoztatok már vele, a lélekház. Hogy a lélek, mint egy ház, olyan építmény, hogy kell, hogy legyen egy fundamentuma, és ez a fundamentum a legelső életidőszaknak a korai kötődések, a korai bevésődések. Hál' Istennek csak utalok rá, mert hallottatok előadást erről a témáról külön. Természetesen fontos dolgokat én is ki fogok emelni. És aztán hogyan épül erre a jó szilárd fundamentumra, vagy kevésbé szilárdra, hogyan épül föl a lélekház, milyen összetevők azok, amelyek mind-mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy azután már legyen egy olyan, azt mondhatnám a kamaszkort elérve egy tetőzet, amely aztán egységes egészbe foglalja azokat a felépített részleteket, amiket az életúton összegyűjtünk. És hát hogyan? Az ember olyan tabularázával születik, olyan üres lappal, ami a szociális viselkedést illeti. Hogyan kell viselkednem, hogyan, mit tegyek, mi az, ami a megfelelő, mindent valakitől tanulunk, mindent. Így természetesen, amikor találkozunk ilyen nagyon hát erőteljes képviselete, hogy a genetika, akkor azt mondhatom, igen, valóban. A genetika nagyon sok mindent predisponál. De azért fontos nekünk ezt a tételt letenni, mert mi, akik itt vagyunk, mi mindannyian a reménység professzióját képviseljük. Azt mondhatnám, miben vagyunk mi közösek? Abban, hogy mindannyian a reménység filozófiájára építkezünk, hogy a genetika, tudjuk, hogy az azt jelenti, hogy hozunk valamilyen potenciált. Nem többet, egy potenciált. És itt van a csodája a felnövekedésnek, hogy az a potenciál megfelelő időben, mert programozott, berezek és kívánja azt az ingert, amelyik aztán, hogyha mint zárba a kulcs találkoznak, akkor valamilyen már hozott képesség kivirul. De ha nem kapja meg azt az inger behatást, akkor elalhat, akkor esetleg nem tud megnyilvánulni, vagy nem kap kedvező behatást, akkor erőszakosan és olyan módon az egész személyiséget befolyásolva, uralkodó módon érvényesül, hogy azok a bizonyos domestikációs megszelídítési, vagy azok a körbevevési mechanizmusok, amelyek gátolják esetleg egy valamilyen kedvezőtlen hozott anyagnak az érvényesülését, ha nem tudnak hatni csillapítólag, módosítólag, akkor esetleg nagyon durván megjelenik az a bizonyos idézőjelbe hozott anyag. Most hát ez nekünk azért is nagyon fontos ilyen módon viszonyulni ehhez és így szemlélni, mert mint mondom, mi a reménység
segítői vagyunk, vagy szolgálói vagyunk, azt mondjuk, nincs elrontott helyzet, nincs lehetetlen, mindenben van olyan segítő emberi beavatkozás, amivel rossz helyzeteket lehet csitítani, csillapítani, módosítani, változtatni, akár egészen reedukálni, azaz újra nevelni. Na most ezért, amikor az identitás építésben gondolkodunk, azt is meg kell határoznom nektek, mint tudjuk ugyan, hogy az identitás, mint már a személyiségnek, mert tudatos építmény, hogy ki vagyok én, rengeteg tudattalan, persze réteggel még magába foglalóan, de ez a kamaszkor tájékán, illetve az úgynevezett adolescencia, felcseperedés, fölnövekedés, felnőtti növekedés évtizedében szerveződik. Azért mondok évtizedet, már nem is tudom, hogy merjek-e évtizedet mondani, mert nagyon sajátosan változott meg a fejlődés, amelynek üteme nagyon érdekesen kitolódott, például az adolescencia kora, a fiatal felnőtt kor, amit mi jellemez, párválasztás, szakmaválasztás és belenövés a felnőtti világ felelősségi követelményeibe. Hát most milyen időszak az, ami körülbelül ma a magyar valóságban is, persze máshol is, ezt a fogyasztói társadalom hát befolyása hát alakította ilyenné, kitolódott az az időszak, amikor valaki önálló felnőtt, amikor azt mondja, hogy én már vállalom azt, hogy keresek, van jövedelmem, el tudok tartani családot és így tovább, hát ez nagyon kitolódott ez az időszak. De mégis a hagyományos pszichológiai szemléletben, ugye ez a bizonyos, hát a pubertás, azt mind tudjuk, prepubertás, amikor már ugye elkezdődnek azok a fajta barátságok, és azok a fajta tulajdonképpen edzés, a kapcsolatépítésnek az edzési, természetes edzési folyamatai, ebből nő ki a pubeszere, ugye a szőrösödést jelent, mint tudjuk, ez azt jelenti ez a szó. Szóval amikor a másodlagos nemi jellegek megjelennek, és azután, amikor már a viharos adolescencia, kamaszkor, hát ugye általában nevezik is kamaszkornak, de ez egy évtized, ha belegondolunk, 10 és 20 év közötti időszak. És hát nagyon különböző természetesen, hogy kinél ez mikor zajlik a legviharosabban. Na most ugye gondoljunk bele, hogy építjük a szinte intrauterin néhen belüli korszaktól kezdve, ahol sejtszintű emléklenyomatok vannak a személy is a kis emberkében, a magzatban, onnan kezdve építjük azokat a bennünk lemintázódott olyan viselkedési modelleket, azokat a reakciókészségeket, amelyek azután összegződnek a kamaszkorban, de hogyan? Hogy olyan sajátos, hogy ahhoz, hogy összegződni tudjanak, ahhoz először is létre kell jönnie egy totál káosznak. Hogy milyen totál káosz? Hogy mindaz, ami a gyermeki építményrendbe van belefoglalva, a gyermek építménye, ez a rend, ez teljesen szétesik. Hogy esik szét teljesen? Hogy egy tökéletesen új kell, hogy fölépüljön, persze nem egyszerre esik szét, hanem részleteiben olyannyira, hogy például ezt ugye 20 évvel ezelőtt állt a világ elé, például a fiziológiai, élettani pszichológia azzal a drámai bejelentéssel, hogy az agysejteknek olyan átrendeződése jön létre, új konnexiók, kapcsolatok, hogy egyszerűen az a régi rend az agyban, benne az idegrendszerben, ami a gyermeki működésekre jellemző, az felszámolódik, és ezért egy sor idegpálya például egyszerűen nem működik, átszerveződik, újak keletkeznek, és ezért élettanilag is az egész kamaszkor egy borzalmasan nehéz időszak, amikor az agyban változások zajlanak, és ennek miért ne lenne magának, ennek a folyamatnak miért ne lenne egy viselkedési tükröződése. De ettől sokkal több minden történik, mert mindaz, amit mi szépen gyermekként összerakosgattunk a korábbi fejlődési időszakokból, és majd Ericssonnal együtt gondolkodva, aki az identitás fogalmat kidolgozta, végig fogjuk gondolni, milyen fejlődési szakaszból mit integrálunk, mit építünk be az identitásba, és gondoljátok el, mielőtt a felnőtti identitás egységes építménye létrejön, azelőtt mindent darabokra szét kell szedni, és minthogyha most építenénk, mert most kell újraépíteni, a fundamentumra, amelyet nem szedünk szét, a fundamentumra egy új ház épül, a fiatal felnőttkor építménye. És ez a folyamat nagyon kritikus, nagyon sokféle szempontból kritikus. Mielőtt ebbe belevágunk, hogy ezt a folyamatot elemezzük, együtt gondoljuk csak át, hogy melyik fejlődési szakaszból mi az, amit egyszerűen ebbe az identitás építménybe mi beintegrálunk. De
az egyes részleteknek a végiggondolásához, hogy mondjam azt, hogy olyan nagyon bátran kell, és olyan, hogy úgy mondjam, szabad és toleráns módon viszonyulnunk a kamaszkorhoz, hogy egyszerűen felelősségteli kijelentést kell tennem, hogy nincs békés kamaszkor. Nincs. Azt mondta a Hajdon, a pszichiáter professzorom, nagyon szerettem, Kun Miklós, aki már sajnos nem él, azt mondta, amikor ilyen kamaszkori problémákkal találkozva, mi rohantunk hozzá, hogy segítsen már, még mi tanultuk ugye a terápiás munkát, és azt mondta, miért vagytok úgy kétségbeesve? Mi mindenfajta zavar előfordulhat kamaszkorban? Mikor serdüljön az a gyerek? Mikor történjenek meg ezek a változások 40 éves korában? És valóban olyan mélyen igaza volt, mert ha nagyon csöndes, nagyon visszafogott, nagyon, hát hogy úgy mondjam, konfliktus nélküli a kamaszkor, akkor nem tud megtörténni a felnőtt korba való átlépésnek az a szükségszerű folyamata, amikor valósággal kibirkózza saját magát a személyiség apa felnőtti létbe, ahol már egész más elvárások, egészen más viselkedés volt az, amit neki tennie kell ahhoz, hogy be tudjon illeszkedni a felnőtti világ követelményeibe. És hát ugye gondoljátok el, ahhoz, hogy az önazonosság, aki én vagyok, fönnmaradjon, a gyermeki énemre nemet kell mondanom. És azt mondom, nem, nem ilyen vagyok, felnőtt, de még nem vagyok felnőtt. Hát még össze kell raknom magam, hogy hogy legyek felnőtt. De már azt mondom, nem, nem. És kire mondok nemet, világos, először azokra, akik engem gyerekként kezelnek, vagy megpróbálják azt mondani, hogy ezt így, vagy úgy, nem. És az a tagadás, ugye, ahhoz egyébként, hogy egy azonosság fönnmaradjon A egyenlő A-val, arisztotelészi logikai szabály, hogy minden, ami nem A, azt ki kell belőle zárni, igaz? Tehát, ha én egy felnőtt leszek, és már azzá akarok válni, és tudom, hogy mit szeretnék a világtól, és többet szeretnék, mint ami megvalósítható, minden olyat ki kell zárni, ami már nem én vagyok. Nem vagyok már gyermek. És ez a tagadás, ez olyan nagy bonyodalmakat kelt. Hol? A lelkirendszer fejlődik, változik, integrál. De a kapcsolatrendszerben hihetetlenül sok probléma adódik, amit aztán néha, ha nem értünk hozzá, ha nem viszonyulunk ilyen toleráns, elfogadó módon, hogy igen, káosz van. És akkor Nietzsche azt mondta, annyira gyönyörű, az imigyen szól a Zarathustra című, tudom, de egy csodálatos tanulmányában, azt mondta, bizony mondom néktek, káosznak is kell ott lennie, hogy megszülethessen egy táncoló csillag. Ez olyan nagyon szép ez a mondás, mert tényleg a káoszból lehet úgy kiverekednie magát a személyiségnek, hogy képes legyen majd aztán a felnőtti követelmények világába úgy beilleszkedni, hogy nem a te parancsodra, nem mint engedelmes gyermek, hanem mint idens, önazonos, önmagával azonos, aki azt mondja, itt állok, ez vagyok én. És akkor lesz lelki gerince, akit nem fújdogálnak mindenfajta eszmei szelek jobbra meg balra, és akinek tényleg van tartása az életben, és aki meg tud küzdeni az élet dolgaival. Na akkor nézzük Erikson szerint, aki ugye ezt a fogalmat kidolgozta, azok a fejlődési szakaszok, amelyeket nekünk tulajdonképpen mindannyiunknak először is, ugye szét elemeiben már összerakosgattuk valahogy, mert túljutottunk rajta, de a kamaszkorban szét kell szedni, és újra kell illeszteni, mint egy hatalmas puzzle, aminek most már az elemei majd egy új kép szerint fognak összerakódni. És hát ugye a leges-legelső életidőszak, amelynek a korai benyomásait, sejt emlékezeti szintű benyomásait például akarva-akaratlanul hozzuk magunkkal, amelyek a fundamentumot képezik, és a leges-legelső, a születés utáni legelső életidőszaknak a mély benyomatai olyanok, amelyek, hát, mint mondtam, a fundamentumot nem szedi szét a kamaszkor. A fundamentum, ahogy sikeredett, az körülbelül olyan, tehát ha egy kicsit sérülékeny vagy törékeny azért, mi által lehet sérülékeny, törékeny? Előadás, három olyan előadás is van, ami ezzel foglalkozott, hogy a legkorábbi életidőszak, a születés utáni időszak
meg egyáltalán visszautalólag az intrauterin időszak, mi az, amit például egy magzat már megtanul. Már most a modern pszichológia egyszerűen kompetens magzatról beszél, de ezt már biztos hallottátok az előadások során. Azaz, hogy már a magzat rengeteg mindent tud. Mit tud? Mély emocionális érzelmi lenyomatok keletkeznek a sejtjeinek a mélyén, az szerint, hogy az édesanyja, vagy az anya, aki várja őt, milyen érzelmi attitűddel viseltetik irányában. Olyan vizsgálatok vannak, egész lenyűgözők, gondoljátok el, hogy az édesanyja, aki a szíve alatt hordja gyermekét, leül és szeretettel oda gondol, a szeretet érzésére bizonyos olyan folyamat indul az agyban, az érzelmi agyban, hogy egyszerűen endorfinok, örömhormonok áramlanak le a babához, és az örömhormon leér a babához, és az egy relaxált állapotba kerül tőle. Ilyen közvetlen kémiai hatások vannak. Egy gondolat, ahogy gondolunk arra a magzatra, olyan hatásokat el tudjátok képzelni, hogy a negatív hatások aztán milyen lenyomatokat, milyen nyugtalanságokat, milyen imprintingeket, azért bevésődésnek nevezi a pszichológia, kitörölhetetlenül mély nyomok, amelyek a sejtmemória mélyén vannak. Most hosszú volna, hogy arról beszéljek, hogy egyszerűen Nobel-díjas új felfedezések vannak, hogy az érzelmi életben 2%-a agyi szinaptikus kapcsolatokon keresztül menő információ, és tulajdonképpen a hormonális és a neuropeptidek, tehát idegfehérjék útján közvetített, és a testhez lejutó 98%-ban a testünkben vannak az emóciók lerakatai kémiai anyagok formájában. Most erről csak röviden ennyit tudtam mondani, de el tudjátok képzelni, hogy ezek a lerakatok ott a emlékrétegek kémiai anyagok formájában a sejt eredendő működését hogy befolyásolják. Ez az összefüggés érvényes ma az egészségpszichológiában is, amikor olyan bizonyítékaink vannak, hogy egyszerűen azt mondhatom nektek szédületes, hogy például nem tudok valakinek megbocsátani, és hordozom a haragot, sérelmet, és a sejtben ez a fajta neuropeptid és a hormon egyszerűen megzavarja bizonyos sejtekben, megzavarja a sejtek normális működését, és daganatos betegségre leszek hajlamos. Hát egész egyszerűen döbbenetes, ahol tartunk már a felismerésekben, és ezt mindenképpen ezt a tudást nekünk kamatoztatni kell. De el tudjátok képzelni, hogy milyen alapvető az, amikor a sejtmemória mélyén a differenciálódó sejtekben és a fejlődő idegrendszerben olyan imprintingek vannak, hogy miért is születek én meg, kinek vagyok én fontos. Hát erre mi mondjuk most ezt a gondolatot, a gyermek csak azt érzi, hogy negatív hatásokat kap, vagy hogy pozitív hatásokat kap. Nem szeretnék erről bővebben, de sajnos azt kell mondjam, ezek a nagyon korai és alapvető hatások az egész attitűdöt, a személyiségnek a világhoz való viszonyát olyan módon befolyásolják később majd, hogyha a fejlődésben nagyon sok pozitív, kompenzáló, kiegyenlítő hatást kap, akkor is ott van mindig a mélyben, hogy kinek vagyok én fontos. Fontos lehetek én valakinek a világban. Amennyiben azt a bizonyos korai, fontos vagy nekem és szükségem van rád, hatást kémiailag nem kapja meg. Most ez így kicsit misztikusan hangzik, de felelősséget vállalok érte, hogy ez így van, bizonyítható, hogy ez így van, hogy mennyire hát kémiai anyagok által meghatározott a sejtekbe juttatott információ, hogy egyszerűen hogyan viszonyuljunk biológiai testi szinten úgy magunkhoz, hogy az én lényem, aki vagyok, mennyire vagyok fontos a világnak vagy a másik embernek. Na tehát az alapok, mit viszünk magunkkal az intrauterin korszakból, az alapvető elfogadottság lehetőségét, hogy én meg tudjam élni azt, hogy valaki számára az életbe fontos lehetek, és ez annyira nagyon fontos az életérzés szempontjából. Mert lehetek egészséges, de az életérzésem esetleg olyan, amiben van egy bizonytalanság. Tényleg szeretsz? Tényleg fontos vagyok neked? És így tovább. Na most ez az alapvető. Aztán miután megszülettünk, megint csak úgy van, erről szó volt, az első életidőszak, Erikson innen számítja, hogy a legelső életidőszakban ősbizalom, ugye ő ezt mondja. Minden életszakasznak megvan a maga feladata. Meg kell birkóznia vele annak a gyermeknek és szülőnek. Ez egy interaktív kapcsolat természetesen. És hát, hogy ősbizalom, hát hogy bízhatom én valakiben, egyáltalán később a világban, milyen sejtszintű lenyomatai vannak az egész szervezetemben, egész lényemben annak,
hogy a világ jó, a világ elfogadó, én bízhatom benned, és te bízhatsz bennem. Nyilvánvaló a korai szinkron és ellátottság nyomán, és sajnos ez a korai biztonsági és bizalmi ellátottság, amelynek hiánya oly sok problémát okoz, erősen befolyásolja a személyiségfejlődés, Zalka Zsoltnak szeretnék utalni az előadására, így vissza, csak úgy el tudom képzelni, hogy mindezekről ő milyen módon beszélt olyan összefüggésben, hogy sajnos későbbi lelki zavaroknak alapos alapjául oki tényező egy, ez nem a kizárólagos, de az oki tényezők sorában egy meghatározó, hogyha ugye a korai ősbizalom nem tud megfelelően kialakulni. De mikor mindezt mondom, annak tudatában mondom, hogy nincs elveszett helyzet. Csak az van, hogy mi reménytelenedünk el. A mi reménységünk óriási jelentőségű, mert a leglehetetlenebb helyzettel is meg tudunk birkózni, hogyha mi segítjük azt a fejlődő személyiséget, és megadjuk mindazt, amiről mi tudván tudjuk, hogy nem kapta meg. És ezért a pótlásoknak, a korrekcióknak végtelen lehetőségével rendelkezünk, akkor is, hogyha az az alap még bizonytalan. Tehát első életidőszak, ugye ősbizalom, a bizalmatlansággal szemben. Na most, hogyha ez az életidőszak úgy sikerül, a sors különféle eseményei folytán, hogy a gyermek ezt megkapja, akkor ez egy nagyon szerencsés indulás. De ha nem kapja meg, akkor számolnunk kell azzal, hogy a bizalmatlanság, az alapvető bizalmatlanság nagyon sok bizonyítékot kíván a szülő-nevelő részéről, hogy bizonyítsd be, hogy én fontos vagyok neked, bizonyítsd be, hogy szeretsz engem, bizonyítsd be, hogy megteszel értem dolgokat, és sokszor extrém kívánságok azok, amelyek a gyermekben születnek, hogy akkor hiszem el, hogy valóban te törősz velem, szeretsz engem, hogyha ezt vagy azt megteszed. És ezek néha olyan extrém kívánságok. És hogy tudomásul kell vennünk, hogy ezek az extrém kívánságok a mély bizonytalanság, mondjuk mozgatórugói által jönnek világra, hogy nem tudok eléggé megbízni, kellenek nekem a bizonyítékok. És általában nagyon fontos, hogy ilyenkor, ilyen korai sérülés esetén a bizonyítékokat kívánja mindenképpen a személyiség. És a korai kötődés minta a mi egyetemünkön végzett vizsgálatok alapján is nagyon sajnálatos, hogy ezt mondjam, hogy ezt kell mondjam, hogy összefüggésben van. Tehát az én felnőttkori kapcsolati, például párkapcsolati kötődési mintám a korai kötődési mintára nagyon rárímel. Tehát én bizonytalan kötődésű vagyok, és hogy olyan a mamám, vagy olyan a környezetem, hogy nem tudta megadni azt a bizonyos alapvető bizalmat és biztonságot a személyiségem fundamentumaként, akkor a bizonytalan kötődésem révén ugye nehezebb a felnőttkori sorsom. Egyszerűen csak nem mondom azt, hogy végzetes szó sincs rajta, de sokkal nehezebb. Nehezebb, ha én bizonytalanul kötődöm, mintha meg tudok bízni abban, hogy igen, az én párom engem szeret, és a dolgok jól mehetnek. Na most ugye az ősbizalom, bizalmatlanság, ez ugye első életév. A második életét úgy mondja Erikson az autonómia, kis önállóskodás, ugye, ami egész a dackorszakba belenyúlik, mint tudjuk, hogy én akarom egyedül, és nem hagyja, hogy segítsünk neki, és így tovább. Ez a makacság, ugye, és ez a makacság, a nyakasság, az önállósági próbálkozások, ugye ez az a bizonyos második életév, amely egészen az én önáll szociális születésig, így szoktuk mondani, elhúzódik, amikor az én valahogy kiizzadja magát a nem létből, az öntudatlan nem létből oda, hogy én vagyok. Hát ki vagyok én? Cselekvéses, tapasztalati bizonyosság. Amit meg tudok csinálni, az vagyok. És a gyerek számára azért nagyon fontos, hogy mindent próbáljon saját maga csinálni, és ezért ugye ez az az időszak, ami tulajdonképpen az akarati élet edzése. És hát ez a nagyon érdekes, hogy az akarat, hogy ez milyen egy képességünk. A nyakasság talán egy kicsit túl tengése az akaratnak, de valójában az, hogy eldönteni, hogy valamit megcsinálok, vagy nem csinálok, ez például nagyon fontos időszak, hogy bontakozik az én, és hogy tud ez a szociális én úgy megszületni, hogy mikor a gyerek azt mondja, ugye, hogy én, és nem, azt mondja, nem a keresztnevén szólítja magát, ugye akkor már megszületett szociális értelemben az a kis emberke, aki már azért tudja, hogy mire van szüksége, mi az, amit ő akar a világból, és itt jön az, ahol már kezdődik a mi feladatunk, a határok építgetés. A korlátozás és szeretet, ugye két vastörvény van a nevelésben. A szeretettel korlátozás. Mert ha én nem teremtek korlátot, hogy eddig a dolog, és nem akármit csinálni, nem az elfogadásnak a túltengése,
és itt talán megengeditek, hogy azt a metaforát behozzam. Két nagy világerő van. Alapvető világmozgató principiumok, a maszkulin principium a hatalom, és a feminin principium a női elv a szeretet. A szeretet elv, ugye nagyon fontos a szeretet, de a szeretet, ha túlteng, és nincs a hatalomnak a korlátozó, fékező ereje, akkor parttalanná válik. Akkor mi az, ami megszabja majd a tól iget? Egy gyermek, aki nem tudja a határokat, nem is, hát persze a határok vannak, mi az első dolga a gyereknek? Ha te valami korlátot szabsz, neki megy. Miért? Mert ő megpróbálja, hogy meddig az addig. És ahol te meghúztad a határt, annak fog neki menni, de milyen nagy jót teszel vele. Mert ugye neki muszáj a korlátokat valahol az életbe, a tól iget muszáj megtapasztalni. Nem szabsz korlátot. Valami téves engedékenység koncepcióba utazol, hogy ó, úgy szeretem, ráhagyok mindent, legyen, csak csinálja úgy, ahogy ő akarja, én nem állítok felnőtti követelményt. Ha te nem szabsz határt, addig fog menni, míg valaki meg nem állítja. És ne a drog, meg ne a nagyon súlyos helyzetek állítsák meg, ahol már aztán egészségileg van megállítva, na eddig jöhetsz. Ha mi határt szabunk, és ezért a szeretettel korlátozás, ez a két szó összetartozó. Mert a maszkulin hatalom az, ami azt mondja, hogy eddig. De ahol én határt szabok, ő kipróbálhatja a saját erejét. Miért? Neki mehet. Megküzdhet vele. És aztán megtanulja, hogy meddig az addig, mert csak azt a mintát tudja továbbvinni, amit ilyen módon te átadtál, hogy te megállítottad őt. És lehet, hogy megküzdötök egymással, de nincs vész mindaddig, amíg a szeretetről biztosítod. Te mindig itthon vagy, te hazajössz, te velem vagy, én támogatlak, én, és így tovább. Tehát ha érzi ezt a stabil szeretetet, nem a túl áradót, hanem tulajdonképpen a szeretetnek mi az életben való folyamatos megnyilvánulása. Az állandóság. Mindig lehet számítani arra, itt itthon vagy, itt megkapod mindazt, amire szükséged van, és mindenben követlek, figyelek rád, ez a rád figyelés, ugye, és beszélek veled, hogy tudjam, hogy mi a gondod, bajod, folyamatosan nyitogatom a lelkedet, hogy megtudjam, hogy mi van, és legfeljebb elutasítasz, és azt mondod, nem, semmi, nem akarok tárgyalni. De a maga az a tény, hogy te akarsz vele beszélni, egy üzenet, hogy fontos az illető személye. Ezek olyan nagyon különleges dolgok, mert miközben visszaveri, hogy nem akar veled beszélni, ezen közben azt tapasztalja meg, hogy te érdeklősz iránta, te törődsz vele, te szereted, és a törődés, a vele való törődés, hát ez az, ami a szeretet kifejezése, hogy én törődöm, odafigyelek rád, hogy beszélek veled, hogy törődöm veled. Na akkor menjünk tovább, és ugye nézzük meg, hogy hogy van a bizonyos szereptanulás időszaka, nemi szereptanulás időszaka, ugye ez a bizonyos óvodáskori időszak, amikor bizony a pszichológia ma az oktatásügyel szembe került, mint tudjátok. Mert az oktatásügyi parancsolat úgy szólt, hogy az óvodai nevelésben a nemi sztereotípiákat már mellőzni kellene, és majd eldönti az a gyermek, hogy fiú lesz vagy lány, a nemi hovatartozását majd eldönti, bocsánat. Ez egy abszolút fals felfogás, mert hogy nem a gyermek dönti el, hogy melyik nemhez akar tartozni, hanem eleve idegrendszere már úgy épült föl, az összes potenciális képessége már úgy virágzik ki, hogy a fiú fiú, a lány meg lány, és ebben azért, mert ő esetleg majd valamely vonzalom vagy hatás következtében átnevezi magát a másik nemhez, az agya nem fog megváltozni. Azok a tesztoszteron termelés a fiú gyerekben, és ugye a nő ösztrogén termelése, ezt nem fogja tudni semmiféle szociális beavatkozás kiirtani vagy megváltoztatni. Tehát legfeljebb az következik, hogy a nemi szerepek nekem összemosódásából keresztül kasul folyik a kapcsolat, a homoszexualitás, heteroszexualitás és a mindenfajta, tehát hogy hetero is, meg homo is, tehát hogy keverednek a nemi viselkedésnek a lehetőségei, mert ugye a határoknak a megvonása azért szükséges, de hol itt bennem, hogy én lány vagyok, te meg fiú vagy, hát ezt a tudatosítás, az identitásnak része, ki vagyok én? Hát az az elemi dolog, hogy azt mondom, lány vagyok, te is lány vagy, nő vagyok, te is nő vagy. Ugye, és hogy na minden esetre ez az az időszak, amikor a pszichológia úgy foglal állást, hogy rá kell erősíteni arra a úgynevezett másodlagos nemi jellegek hangsúlyozásával, hogy a gyerek lány és fiú olyannyira, hogy a BEM nevű kutató házaspár egyszerűen bizonyította azt, hogy a gyermeknél nem pusztán az dönti el,
Hát persze érdeklődnek egymás nemi jellegei iránt, ezt tudjuk, hogy így van, de nem az dönti el, hogy a másikat melyik nemhez sorolja, hogy látta a nemi szervét, vagy nem látta, hanem mi dönti el. Például a bemházas pár kutató férfi tagja, mint apa írta le azt, hogy mikor a gyerekétől, a kis ovis kislányától megkérdezte, hogy mondd, és honnan tudod, hogy az illető kislány vagy kisfiú? Mire teljes döbbenettel nézett rá a gyereke, és azt mondta, de papa, hát a hajpántról, hát csak a lányoknak van hajpántja. Ugye, hogy ez mit jelent? Identitás kellékek, úgy hívja ezt a szaknyelv. Hogy igenis, a mi kis lánygyerekeinket öltöztessük már lánynak, és hangsúlyozzuk ezt. Nem baj, ha kis bincsik, mindenfélék, tudjátok, hogy szeretik ezeket a kis ilyen gyűrűcske, meg nem tudom micsoda, hát legyen neki. Hát hagyj érezze, hogy ő nő, és ez hagyj legyen már, hát tudjátok, hogy van. Hát harisnyákat kihúzgálnak a fiókból, magukra aggatják az akármicsodákat is, belebújnak a cipődbe, és így tovább. Hát ezek mind ők akarnak azonosulni. Miért? Mert ez egy program. Ez ahogyan a nemi érés már a legkorábbi időszakban a saját nemre jellemző módon bontakozik, az érdeklődés is arra. És akkor próbáljuk mi is terelni az érdeklődést arra. És a fiú gyereket meg kicsit macsósan. Nem baj, hogy az egy kicsit, hát, ha túl hangsúlyozott. Mert pont ez a pláne, hogy hangsúlyozzuk azt az öltözékkel is. Na és akkor a következő fejlődési szakaszban. Ezek mind az identitás építésnek a fontos részei. Így építjük majd aztán egységben. Gondold el, ha már ott elromlik a helyzet, hogy én, mint nő, hát egyrészt kopaszra levágatja a hajamat valaki, másrészt beöltöztetnek fiúsan, és így tovább, és akkor a fiúk fogadnak be a játékba, és akkor én ott vadul birkózom meg. Nem tudom, én már eleve egy bizonytalanság, akkor most én tulajdonképpen ki is vagyok, mert ott a lányok azok úgy néznek, én meg így nézek ki. Szóval el tudjuk képzelni, hogy ezek sajnos olyan dolgok, amik jelentősek a nemi hovatartozásban. És hogyha már ott valami picit kisiklott, nyilvánvaló, hogy a kritikus nemi hormon általi mozgósulás biológiai ingerhelyzeteiben már egy kicsikét érintett a személy, hogy majd aztán milyen fals utak legyenek. És a következő szakasz, amikor már beiskolázásra sor kerül, ugye az azért nagyon fontos, mert van 4 olyan évünk, ami alatt a személyiséget önérzetében abszolút toprangját tehetjük, vagy fölemelhetjük a magaslatokra. Hogy legyen önbizalma, hogy tudjon bízni saját magában, hogy a képességeiben legyen egyfajta belső megbizonyosodása. Hogyan rombolhatjuk le ezt a képességet, de életre szólóan, hogy nem lesz önbizalma. Ha azt teszed, és ez bűncselekmény, hogy azt mondod a gyereknek, hogy nem is vagy erre képes, hát ennyire ügyetlen vagy, hát ez borzasztó. Na most miért nem tudod megcsinálni? Látod, a másik meg megcsinálja. Hát csak neked megy ez így, hát te ilyen képtelen vagy rá, hiába tanítgatlak, nem tudod megcsinálni? Hát most mi a bajod neked, hogy nem tudod megcsinálni? És itt most nem is folytatom, mert hogy hosszú-hosszú listát tudnék mondani, a szülői, nevelői indulat vezérelt, nem szándékos, nem akarjuk bántani, csak esetleg elkeseredünk, hogy valamit úgy nem tud, és akkor jaj, de már miért nem tudja, már én ilyen koromban hogy tudtam, és így tovább. És ez a példálózgatás, hát ez egyszerűen borzasztó. Sajnos, mint pszichológus mondom, ne példálózgassunk. Hány szülő példálózik? Karintinak van egy remekbe szabott karcolata arról, hogy a gyerek kéri, hogy matematikát magyarázzon, segítsen. Hát ezt olvassátok el egyszer, mert ez annyira fényes, hogy a szülő se tudja, és ott killódik, hogy próbálja visszaverni a gyerekre, hogy azt se tudja, ezért ő dorongolja lerettentően, hogy milyen egy buta gyereke van, hát még ezt se tudod te, hát én ilyen koromban már, és így tovább. Nos, mindezt csak azért mondom. Vagyunk 6 és 10 éves kor között, és ilyenkor lakatot tesz a szülőnevelő. Azért mondom így együttesen, mert hogy ugye aki a személyiségfejlődés elősegíti, aki a gyermeknek gondját viseli, azé a felelősség. Lakatot teszünk a szánkra, ha netán jönne egy ilyen impulzív indulat, hogy azt mondjuk, jaj, már megint nem tudod csinálni az ezt vagy azt, akármit is. És itt jön az úgynevezett bátorító pedagógia, aminek világsikere van, ezt higgyétek el. Mert ha te bízol a gyerekben, és azt mondod, jó, nem tudja, persze látod, hogy nem tudja, de azt mondod, igen, tudod, ez nem megy még. Nem is olyan könnyű ám ezt megtanulni, de majd menni fog, és én bízom benne, hogy menni fog. Ez, hogy te azt mondod, hogy bízol benne,
olyan módon aktivizálja a gyerekben azt az erőfeszítést, hogy bebizonyítsa neked, hogy te, mert ez ugye szeretett csatorna, hogy te bízol benne. Ez az az üzenet, hogy én szeretlek téged. Ez az üzenete annak, hogy bízom benned. És a gyerek nagyon erőfeszít, hogy eleget tegyen a te kérésednek. És ugye nyilvánvaló, hogy amikor azt mondja Erikson, hogy a kisebb rendűségi érzés, kevesebb értékűségi érzés, önérzeti sérelem, az önbizalom ilyenkor alakul ki akkor, hogyha negatív hatásokat kap a személyiség. És akkor már oda is érkeztünk, és most ezzel zárjuk lényegében az utat, hogy már most ott vagyunk, hogy ezeket az elemeket fogjuk 10 éves kortól prepubertás, aztán a pubertás folyamatában beépíteni az identitás házába. El tudjuk gondolni. Ősbizalom? Tudok bízni az emberekbe? Hogy lesz majd az emberi kapcsolatokban a fundamentális, hogy az interakciókban, ugye az interakció más, mint a kommunikáció. A kommunikáció információ átadás. De az interakció üzenetváltás, hogy megértem-e azt, amit te mondasz nekem, és hogy értem, mert én, amit értettem, arra fogok reagálni. Nincs egy ilyen objektív, hogy mit jelent. Azt jelenti, ahogy én érzem, ahogy te érzed. És itt óriási jelentésbeli különbségek vannak, értelmezésbeli különbségek lehetnek köztünk. Hogy te ugyanazt a dolgot, hogy érted, azaz, hogy értelmezed. És ezért ez rettentő fontos, hogy az interakcióban, amik a korábbi fejlődési időszakoknak már eleve esetleg kicsit kisiklásai, az identitásba úgy fog beépülni, hogy egy olyan személy izmosodik meg és lesz egységben az ő identitásában, amelyben benne vannak a korai lenyomatok, betéve, hogyha nincs bizalma, akkor ez egy nagyon nehéz interakciósorhoz vezet, mert nem bízom meg benned. Na bizonyíts be, hogy tényleg szeretsz, vagy hogy tényleg fontos vagyok neked, és így tovább. De minden fejlődési időszak a maga szerencséjével vagy szerencsétlenségével beépül az összszemélyiségbe, az identitásba, amely ugye a kamaszkorban, és most ezt csak fővonalaiban gondoljuk végig, hogy mi zajlik a személyiségben, az identitásépítésben. Az idegrendszeri kapcsolatok szétesnek, és aztán újak alakulnak. Eközben a gyerek furcsa dolgokat produkál. Alszik a végtelenségig. Például, vagy nem alszik és nyugtalan, fönn van több éjszaka is. Mi van a gyerekkel? Hát teljesen megkergült. Hát ez borzasztó. Aztán tudjuk, az orális szakasz, tehát a bizonyos a táplálási, az első életév úgy újul föl, hogy például eszik végtelenül, eszik. És megeszik egy nem tudom hány adagot, és akkor kezdheti előről, még eszik. Azt mondod, erre persze fejlődnie kell. Igen, de ez egyben azt is jelzi, hogy az legkorábbi életidőszaknak mindenfajta bekebelezési, fogyasztási, hogy konszumációs, így nevezzük, ugye ingere föl van támadva benne, hogy most épít be, nem csak amit adsz neki enni, hanem a világ dolgait is most építi befele keményen, pszichológiailag is. Ugye, és akkor például a második korszaknak, az autonómia korszaknak a fölújulásával mi történik? Ugye hát ez a legtipikusabb, hogy megéljük azt, hogy a kamasz szembe fordul veled például. És itt egy kitérőt tennék, de nem kitérő, csak ránk nagyon speciálisan jellemző. Ugye valamilyen módon mégsem a saját családban, ilyen-olyan millió ok miatt, mégsem a saját családban nevelkedik az a gyermek. És a fantom szülőről szeretnék nektek beszélni. Bizonyára többen már, különösen akik megszenvedtétek ezt a helyzetet, találkoztatok ezzel. Akármilyen az eredeti szülő, az édesszülő, akármilyen, egy ideálképet épít föl a gyerek a saját fantázia világában. Rendkívül kártékony, de őt meg megtartja belül, hogy azt hiszi, tudnilik, hogyha ő nagyon komolyan venné, vagy hogy is mondjam, azt tenné be a szíve közepébe, hogy ő nem kellett ő, meg hogy nem képesek a szülei, meg hogy nem szeretik annyira. Szóval ezt a lélek nem bírja elviselni, összeroppanna, de csinál egy fantazmát, így hívjuk. Ez egy fantazmon, egy képzet, ezért fantomszülőnek nevezzük. Az a fantomszülő, tudjátok milyen? A földre szállt angyal. Azt idealizálja. Arra olyan dolgokat köt rá, megmagyarázza például, hogy miért kellett annak úgy történni, hogy ő nem a szülővel van. Biztosít egész más, hogy őt ködösítenek, mást mondanak neki. Teremt egy belső világot, amiben a saját
vérszerinti szülője ilyen piedesztálon van. Na most eljön a serdülőkor, mikor úgy is, mindenkinél. Jön egy olyan nagy dac és szembeszegülés. Nem lehet igazad, nem lehet, amit mondasz, érvényes. Detronizálni kell. És akkor mi következik? Ugye az ideális szülő fantómia, amelyik még rátesz, és akkor te vagy a fő gonosz. Bocsánat, hogy ezt így mondom. A fő gonosz. Akár mit csinálsz, ha összetöröd magad, és annyira igyekszel is. Te már a fő gonosz vagy. Na most ilyenkor, mikor ezt észrevesszük, hogy a serdülésben ez így fokozódik, ugye a jó és a rossz, az idealizáló, azt úgy is nevezzük primitív idealizáció, mert egy nagyon-nagyon gyermeki regresszív mechanizmus, hogy fölemelni az egyiket, a fantomot az égbe, a másikat meg ugye a lehető legrosszabb, mindent ráhordani, ami rossz. Mikor ezt tapasztalod, akkor ugye már erre elég rég rájöttek, hogy muszáj valamilyen szembesítési utat találni, ha csak egy mód van rá, mégpedig nagyon gyorsan megtalálni a szembesítési utat, mert igaz, hogy krízis lesz és sok, de a gyermek szembesüljön a valósággal, ha csak egy mód van rá a valósággal szembesíteni. Nincsen jobb terápia, mint a krízis terápia, ilyenkor nagyon sajnálom, így is krízis zajlik, de benne hagyni abban, ami aztán kiveti őt a gondoskodásod alól. Elmegy világba, hogy te gonosz vagy, meg rossz vagy, meg nem megfelelő szülő vagy. Ezt nem lehet hagyni, mert ő kicsapódik, és ki tudja, hogy ez a kicsöppenés vagy kicsapódás hova viszi őt el. Tehát ezért a szembesítés a valósággal, és hát Bozsó Ilonától hallottam, gazdagné Bozsó Ilonától, hogy már vannak ilyen hát tapasztalatok és ilyen kezdeményezések is, hogy ezek megtörténjenek. Nagyon kérlek benneteket, ezt mindenképp gondozzuk ezeket a folyamatokat így, mert egyszerűen a koros irányt is vehetnek. Tehát szembesíteni a valósággal, kegyetlen a realitás kétségkívül, de helyére teszi a dolgokat, lesz egy veszteségélmény, átmeneti depresszió, ezt a gyereknél lehet kezelni, viszont egészségesen fejlődik tovább a személyisége. Megszűnik a hasítás, úgy nevezzük ezt, hogy hasítás. Itt az idealizáció, ott meg a detronizáció, és a helyére kerülnek a dolgok. Sőt, azáltal több ilyen tapasztalat van, hogy a gyerek ezen a bizonyos krízisen átmegy, olyan ugrásszerű személyiség fejlődés kezdődik, amit úgy is neveznek, hogy poszttraumás növekedés. Tehát, hogy átélte a traumát, és utána növekedés, vagyis nagyon pozitív irányba fejlődik a személyisége, és főleg nagyon helyére kerülnek a dolgok. Na most magáról az identitásról csak annyit, hogy ha a gyermek nem küzd meg, ha te egy békés, nyájas, nagyon engedelmes gyerekkel találkozol, és ez eltart 15 éves kora után még mindig ilyen nagyon túlon túl engedékeny, gondolj arra, hogy ez a zárvány állapot, hogy nem mer kitörni a gyermekségből, nem mer nemet mondani, nem mer lázadni, nem meri a saját felnőtti identitását kibontakoztatni. Ez sem olyan ideális, és hogy ezért világra kell csalogatni belőle, hogy valójában mit szeretne ő, mi az, amire vágyik, mert nem mer megnyilvánulni. És ha kicsalogatod belőle, és ezt máshogy nem lehet, hát egyetlen út van. Foglalkozni vele, beszélni vele, figyelni rá, követni. Ez nem tudok más receptet eddig. A pszichológia nem talált ki jobbat, mint a vele való törődés. És kicsalogatni azt, hogy hol vannak neki bizonyos feszültségei, mert nem azt fogja elmondani, ami veled van, hanem azt majd, ami a külvilággal van. De abból tudhatod, hogy mi az, ami már veled is van, csak még neked nem meri elmondani, mert annyira fél, hogy akkor majd jobban valami, és akkor ő esetleg hát rossz helyzetbe kerül. És ugyanilyen módon viszont sajnos van olyan identitás probléma is, amikor ezek az elemek, ezek az identitás elemek nem tudnak megfelelően összeépülni, és ez az identitás zavarnak egy másik formáját hozza létre, mert ugye az előző volt a korai zárás, úgy nevezzük, a korai zárás, amikor gyakorlatilag gyermekként lezárja magát, és egy engedelmes felnőtt lehet, ha nem segítjük világra az ő felnőtti próbálkozásait, hogy ő mint felnőtt hogyan igazodik a világhoz. Na de az sem egy pozitív, hogy egyszerűen mindenfelé bólintó ez az úgynevezett kaméleon személyiség, és ez nagyon-nagyon veszedelmes, hogy ahol ő azt reméli, hogy onnan kap valami pozitívumot a környezet részéről, ott ő mindenütt nagyon bólogató, de egymásnak ellentmondó helyzetekben is, tehát nincs igazán elv, nincs egy célirány, nincs egy lelki gerinc, hanem olyan van, hogy túlhajlékony vagyok, mindenfelé mondok igen, és olyannyira ellentmondásos lesz az ilyen kaméleon személyiség,
hogy egyszer mondja, hogy ez így van, másnap mondja, hogy az ellenkezőjét is közben azt állítja, hát nem is mondott ő olyat. Tehát ilyen érdekes hasítások. Most a kaméleon személyiség nagyon-nagyon veszélyes, mert abszolút tud hasítani úgy, hogy az egyik állásfoglalása és a másik őt nem zavarja, hogy e között valami ellentmondás van. Kizárólag a környezetét teszi nagyon kártékony hatásaival megfelelően tönkre. Tehát ő maga is tulajdonképpen nagyon hátrányos helyzetbe kerül, de aztán a környezet meg végképp nagyon, azt mondhatunk. Na most ugye lehetőleg ezt a fajta fejlődési zavart is azzal lehet kiküszöbölni, hogy egy konzekvens, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy konzekvens iránytartás. Az iránytartásban annyira jó ilyenkor a maszkulin erő, és igazán ne gondolja senki, hogy amikor szabályozza azt a gyermeket, és amikor a korlátokat kiszabja, hogy mettől meddig, és azt mondja, hogy ez így van, a mi családunkban így van, és kérlek, hogy tedd azt, és mellette áll a gyermek mellett, elvet ad, etikai mércét ad, és főleg mintát. Hát itt most nektek mondjam, hogy a minta mit jelent, a modell, hogy én, hogy te, hogy mi, hogy viselkedünk. Hát azt mintázza le, és azt veszi át, és majd olyanná alakul. De miután megtörtént ez a mintakövetési azonosulás, hogy ő így válik felnőtt, ilyen felnőtt lesz belőle, eközben minden szülő megéli azt a fajta kint és szenvedés, ha tényleg egészséges a kamaszkodás vagy a felnőtté válás, akkor ennek szükséges feltételei a konfliktusok. De mi a konfliktusokat, úgy mondta a Hajdan, az én mesterem Mérei Ferenc, meg kell tanulnunk szeretni a konfliktusainkat. Azaz, hogy tolerálni, megbarátkozni vele, mert nincs konfliktusmentes élet. És amikor úgy találjuk, hogy a miénk a legnehezebb, akkor rájövünk, hogyha egy picit körbenézünk, hogy mindannyian ilyen gyűrődésesen segíthetjük csak elő a fejlődés, és nem azért olyan nehéz a nevelés, mert nem mi szültük, hanem azért olyan nehéz a nevelés, mert a bóvó olyan. Mert hogy nem létezik olyan, ami ne lenne nehéz a felnövekedés elősegítésében és szolgálatában. Most tudom, hogy időnk végére értünk, és egyben ennek a konferenciának is úgy a végére, hogy most már majd a zárás fog következni. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy mindannyian, akik ezt a nagyon altruisztikus és nagyon áldott munkát elvállaltátok, ami nem csak a reménység professziója, hanem az igazi altruizmus, akkor hadd mondjam azt nektek, hogy az egészségpszichológia csodálatos dolgokat tárt elénk. Aki például mások szolgálatára, mások megsegítésére erejét, idejét, lelkületét odaadja, az saját maga lesz immunrendszerében erősebb. Az altruista magatartás, tehát a másnak, másiknak segítő magatartás biológiai vizsgálata azt igazolta, hogy úgy tégy jót mozzanatosan vagy folyamatosan valakivel, hogy aszerint, ahogy jót teszel, automatikusan bekapcsol az a biológiai mechanizmus, ami az immunrendszeredet erősíti, különösen a természetes ülősejtek, tehát a téged védő sejtek számát szaporítja fel, így aki másokat segít és másoknak jót tesz, az maga lesz egészségesebb és erősebb. És ez az áldott munkához, amit ti vállaltatok, ezt kívánom mindnyájatoknak, egészséget és derűt. Köszönöm szépen a figyelmet!